Bár az időjárási körülmények március folyamán nem voltak kedvezőek a szántóföldek vetésre való felkészítéséhez, az első szép napsütéses napok bekövetkeztével a mezőgazdasági termelők azonnal munkához láttak. Úbecse községben összesen mintegy 45 ezer hektár megmunkálható földterület van. Kisebb részét gyümölcsösök és legelők képezik. 15%-án búza és gabonafélék vannak. A földterület nagy részét szántóföldi kultúrnövények alkotják, mintegy 35 ezer hektáron. A kukorica foglalja el az óbecsei határ legnagyobb részét, mintegy 40%-át. Már sok éve nincs rálátásunk a privát vetés struktúrára, azonban a mi vidékünkre jellemző, hogy főként 5-6 kultúrnövény váltakozik. Ebből a cukorrépa van a legkevésbé képviselve. Ez legnagyobb mértékben a cukorgyárakkal való szerződéskötéstől függ, és erre még hatással van a PIK-becse is, amely az NK Group tulajdonában van. Így ők saját részre termelnek. Másfelől a fő kultúrnövények, amelyeket itt termelnek, a búza és a kukorica. Ezek vannak a legnagyobb területeken, valamint a szója és a napraforgó. Vannak területek, amelyeken tavaszi árpát vetnek, de ezek jóval kisebb mennyiségben vannak képviselve. Tehát a leginkább termelt kultúrnövények a kukorica, a szója és a búza, majd következik a napraforgó és végül a cukorrépa. Átlagban mintegy 40%-ban termelnek kukoricát, a többi pedig ez a többi felsorolt kultúrnövény. Miskovics elmondta, hogy a mezőgazdasági alapanyagok, a magvak, a műtrágyák és a vegyszerek ára megugrott az elmúlt évek rossz trágyázási körülményei miatt nem csak Szerbiában, hanem az egész Balkánon nincs elegendő vetőmag mennyiség. Az emberek siettek beszerezni a magokat, a műtrágyát és a vegyszereket, és ekkor derült ki, hogy nincs elegendő vetőmag. A tavalyi és az előző rossz évek miatt. Nem csak nálunk, hanem az egész Balkánon. Ezért siettek a termelők a vásárlással, hogy mielőbb bebiztosítsák maguknak az elegendő vetőmag mennyiséget. Április az a hónap, amikor megkezdődik a vegetáció időszaka, és ezzel együtt a határban végzendő összes munka is. Ezért az elkövetkező napokban az óbecsei gazdák várhatóan megkezdik a kukorica, a szója és a napraforgó vetését.